Köszöntöm nézőinket! Az elmúlt esztendő az önkormányzatok életében új képességek kialakulását hozta. Ezek a képességek elsősorban a rugalmasságra épültek, hiszen olyan változásokon kellett átmenni az önkormányzatoknak, amiben eddig nem voltak rászorulva. Erről is beszélgetünk Porga Ferenccel, Tamási Város polgármesterével. Köszönöm, hogy vendégül látott minket. Köszöntöm a nézőket. Polgármester úr, ha végig kell gondolnia az elmúlt esztendőt, akkor mik voltak azok a pontok, amikor össze kellett nézni a testületnek, és azt kellett mondani, hogy na jó, akkor most újra tervezünk. Hát egy különleges év volt a 2022. Különleges, és mondhatom, hogy nehéz is az országnak és a városnak is, hisz Covid-dal indultunk, de a Covid ellenére bizakodással, mondhatom, hogy jó pénzügyi kondíciókkal, nagyra törő tervekkel vágtunk neki a 2022-es esztendőnek, és erre minden alapunk megvolt, gyakorlatilag február végére, március elejére szerencsére a Covid járvány mérséklődött, és el tudtunk kezdeni dolgozni, illetve tudtuk folytatni azt a munkát, amit korábban elterveztünk. Ehhez képest az év második felére, ide inkább közepére szembesültünk azokkal a problémákkal, amelyek nagy részt a háborúból következnek. Energiaválság, infláció, ami jelentős mértékben hatotta az önkormányzatra, polgármesteri hivatalra, intézményekre, tehát gyakorlatilag az egész városra, és ahogy a Covid idején, és ön is nagyon jól megfogalmazta, nagyon sok mindent át kellett gondolni, és nagyon sok mindent át kellett tervezni, struktúrálni. Ezt több oldalról is meg kellett közelítenünk. Nyilván van egy pénzügyi oldala is ennek a dolognak, és az év közepén láttuk azt, mint azt gondolom minden önkormányzat, hogy be kell húzni a féket, és takarékosság az első számú cél, mert láttuk azt, hogy az energiaárak mind a villamos energia tekintetében, mind pedig főleg a gáz tekintetében jelentős mértékben elszabadultak, és a régi számokkal nem fogjuk tudni kihúzni a költségvetési évet. Tehát az önkormányzat, a város minden területén át kellett gondolnunk a jövőt ilyen tekintetben. Voltak olyan célok, ami januárban még a megvalósulhatóság állapotában volt, aztán májusra kiderült, hogy hát ebből biztos nem lesz semmi? Így van, volt, több is. Számos nagy beruházásunk tervezés előkészítés alatt állt, sőt annak a végén jártunk. Gyakorlatilag a négy nagy projektet kellett halasztanunk, ami már a közbeszerzési szakaszt is elérte, amikor ebben a helyzetbe kerültünk. Ez a négy pedig a fürdőnek a teljes komplex felújítása, a katolikus gimnázium bővítése, a polgármesteri hivatal felújítása, ez a három hazai forrásra épülő önkormányzati projekt volt, lett volna, és bízom benne azért még, hogy lesz, ezért, erre majd azért később kitérünk, és állami beruházásként sajnos a tanúszodánk sem tudott megépülni, ez a projekt is halasztásra került. És mondom még egyszer, ezekre a beruházásokra, az előkészítésre, a tervezésre nem csak megkaptuk a pénzt, hanem azt olyan módon el is költöttük, hogy megszülettek az engedélyes tervek, és a közbeszerzési eljárás is lefolytattuk. Sajnos forrás hiány miatt ezeket a nagy projekteket halasztanunk kellett. Legjobban az USZADA projekt fáj? Mindegyik fáj, és mindegyik másért fáj. A tanúszoda projekt azért fáj legjobban, mert ez már 2016-ban elindult ez a beruházás. Az önkormányzatnak annyi feladata volt, hogy közművesített telket kellett az állam részére tulajdonba bocsátani, ahol megkezdődhetett volna a beruházás akár már 2-3 évvel ezelőtt. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt ez halasztásra került. És azért is fájt, mert itt a járáson belül, tehát 32 településnek jelenleg sincs tanúszodája, és úgy néz ki, hogy egy darabig még nem is lesz. A katolikus gimnázium bővítés pedig azért problémás, mert itt az elmúlt néhány évben, mióta a Pécsi Püspökség, tehát a katolikus egyház átvette a térség legnagyobb középiskoláját, a Béri Balog Ádám gimnáziumot, jelentős mértékben fejlesztett, bővített, elindult egy 4 csoportos katolikus óvoda,
katolikus alsótagozatos osztályok vannak, amelyek jelenleg a Váhi Péter szakképző intézményben bérelt termekben működnek, tehát ott zajlik az oktatás, tehát szükség lett volna egy olyan bővített intézményre, ahol elfér a katolikus óvoda, az alsótagozat és a mostani 8-osztályos gimnázium, ami a város egyik büszkesége. Ezért is neveztük ezt a projektet katolikus negyednek, hisz egy kisebb fajta városrészen terült volna el. Itt is elkészültek a tervek, megvásároltuk a bővítéshez a környező ingatlanokat. Sajnos a jelen helyzetben ennek a projektnek a kiteljesedésére is várni kell. A polgármesteri hivatal pedig egy történelmi épülete a városnak, és az elmúlt, mondhatom, hogy akár másfél évtizedben az volt a városvezetésnek a politikája, hogy tegyük rendbe a középületeket, mindegyik középületet, és hagyjuk a végére a polgármesteri hivatalt. És a végére hagytuk. Itt is elkészültek a tervek, lezajlott a közbeszerzési eljárás, forráshiány még. Forráshiány miatt itt is várni kell még ennek az épületnek a felújítására. Én bízom benne, hogy amennyiben rendeződik a helyzet, jövőre, vagy akár néhány éven belül erre is sor fog kerülni. Ráadásul mi egy mintaprojektet terveztettünk, ami az Okos Hivatal nevet kapta, hisz azokat a legújabb technológiákat, azokat a legújabb műszaki ötleteket, amelyek egy ilyen hivatal működéséhez szükségeseket, azok beépültek a tervben, és akár más város is használhatja ezeket a jövőben. A fürdő felújítás pedig az megint egy külön történet, és az is nagyon fáj. Ugye itt vissza kell mennünk 2021 évelejére, amikor a magyar forrásból, kormányzati forrásból, a Kisfaludy programon keresztül tervezésre 50 millió forint támogatást nyertünk. Az volt az elképzelésünk, hogy a régi fürdőt teljes mértékben felújítjuk, és különböző élményelemekkel, például a csúszdaparkkal bővítjük, de ezzel együtt az összes medence, a kiszolgáló helységek, a vezetékhálózat, tehát minden megújult volna. El is indult a tervezés 2021 első fél évben, és itt jött a tragikus esemény 2021. november 1-én, amikor az új fürdőépület tetőzetének egy része leégett, ezért az új fürdő épületének a nagy része 2021. november 1-től használhatatlanná vált. Viszont mivel a tervezési folyamat zajlott, megkaptuk a lehetőséget arra, hogy a régi fürdő felújítása mellett az új épületet is ebből a forrásból rendbe tudjuk tenni, tehát módosítani kellett, illetve ki kellett bővítenünk a tervezést. A projekt elkészült, a közbeszerzés itt is kiírásra került, tehát régi fürdő teljes felújítása és a leégett résznek a helyreállítása. Sajnos forráshiány miatt itt is ugyanazokban a falakba ütköztünk, mint amiben a többi projekt esetén, itt is várnunk kell. Annyit tettünk a fürdő esetében, hogy átgondoltuk a helyzetet, illetve még egy fontos fejlemény volt, most 2023. január 1-től visszakerült a fürdő üzemeltetése több mint 12 év után a városhoz, pontosabban a város 100%-os tulajdonában lévő cége, a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. Vette át a üzemeltetést, került birtokba. A korábbi üzemeltetővel még az elszámolás nem zárult le, de bízom benne, hogy 2-3 hónapon belül ez is meg fog történni. És mivel a saját kezünkben került a fürdő, úgy gondoltuk, hogy legfontosabb ebben a helyzetben az, hogy állítsuk helyre a leégett tűzeset által károsodott új épületrészt, és induljon el a fürdő újra minél előbb. Tudjon minél előbb üzemelni, tudjon vendégeket fogadni, hisz a város zászlós hajójáról, turisztikai ékességéről van szó, hogy a Tamási fürdőváros leginkább erről nevezetes. És ez az egész esemény sorrádó, pont akkor történt, amikor a fürdőnk megkapta a gyógyfürdő minősítést, a fürdő környékbeli területe, a Miklósvár környéki városrész pedig gyógyhelyé lett minősítve. Tehát úgy érzem, hogy szinte minden összeesküdött ellenünk, főleg a fürdő esetében. Szóval most egy olyan közbeszerzési eljárást írtunk ki, amely a új fürdő helyreállítására vonatkozik.
célunk az, hogy ebben az évben szakaszosan, ütemezetten újra tudjuk nyitni a fürdőt. A Újfürdő egyik leginkább használt része a szauna, világ nem károsodott, tehát ott lehetséges, hogy akár már egy tavaszi nyitással el tudjunk indulni. Nyilván itt majd számításokat kell végezni a cégünknek, hogy mi az, ami megéri és hogyan éri meg, és hogyan tudunk ebből anyagilag is kevésbé veszteségesen kijönni. Ezt követően célunk az, hogy a nyári időszakban a régi fürdőt, a régi medencéket mindenképpen nyissuk újra. Ugye ez nyáron is most nyitva volt, tehát szeretnénk, hogyha nyáron ez újra nyitna. És amire ebben a nehéz helyzetben is mindenképpen törekednünk kell, és forrás kell szereznünk, a tűzeset által károsodott résznek a helyreállítása, tehát hogy harmadik ütemben az új épület is használhatóvá váljon, mondjuk az év második felében, vagy akár a jövő év elején. Azt szokták mondani, hogy minden azban van valami jó. Ebben az egész szerencsétlen helyzetben, ami a fürdőt érte, mi a jó? Hát nagyon, nagyon nehezen tudnék olyan dolgot mondani ebben, hogy mi a jó. Én azért egy picit örülök annak, és erről még itt nyilvánosan nem is nyilatkoztam, hogy a város kezébe visszakerült a fürdő. Voltak azért vitáink a bérlővel, kisebbek, nagyobbak, ezeket meg tudtuk oldani, most egy új helyzet van. Erre az új helyzetre építve én azt gondolom, hogy ebben az évben vagy rövid távon a város is fogja tudni működtetni a fürdőjét, aztán majd meglátjuk, hogy hosszú távon mi lesz. Tehát visszakaptunk egy nagyon jelentős és fontos vagyontárgyat, és most ennek a működtetése, üzemeltetése teljes felelősséggel a miénk. És itt vannak azért lehetőségek is, a fürdőt jobban be tudjuk kapcsolni a város programjai közé, az éves programnaktárba is majd lesznek olyan programok, rendezvények, akár mondjuk a Művöldési Házzal, vagy a Dánponttal látogatóközponttal közösen, amiket a fürdőt is érintik. És mi elkezdtünk egy munkát, nem csak Tamási, hanem a város turisztikai kínálatának rendszerezésére, egyfajta desztináció kialakítására. Ez a munka az elmúlt egy-két évben még a háttérbe zajlott. Nyilván itt is megvoltak az akadályok, de nem adtuk fel azt, hogy itt a fürdőre építve, a majd újra kinyitó és felújított fürdőre építve, a látogatóközpontra építve, és a térség turisztikai attrakcióra építve tudunk majd ezen a területen is minőségi szolgáltatást nyújtani azoknak, akik Tamásiba látogatnak. Mert hogy idegenforgalmi szempontból a város fejleszthető? A turisztikai koncepciót szeretnénk kialakítani, amelynek része nyilvánvalóan a fürdő, része a látogatóközpont, része a Simontornyai vár, az Ozarai vár, a térség látnivalói, de Tamásiban is megvannak erre az alapok, az említett fürdő és látogatóközponton kívül, hisz vannak kerékpárútjaink, van fenyveskilátónk, és lehetőség van borturizmusra, akár vadászati turizmusra, tehát sokkal több lehetőség van abban, mint amennyit eddig kihasználtunk. Nyilván ehhez a térség és a város turisztikai szereplőinek összefogására is van szükség, de az alapja az, hogy rendbe húzzuk, üzemeltessük, működtessük, és a harmadik ütemben pedig az eredeti elképzelésünknek megfelelően a régi fürdőt fel tudjuk újítani, és új élményelemekkel gazdagítani. A számtalan nehézség mellett jó néhány olyan fejlesztés be tudott fejeződni a városban, ami az itt élő komfortfokozatát emelte, ilyen például a vízelvezető rendszer. Így van, a külterületi lakosok egészséges ivóvízzel való ellátása, ez szintén egy hazai forrásra épülő projektünk, amelynek a forrásszerzésében országgyűlési képviselőnk is nagyon sokat segített, tehát Süli Jánosnak köszönhetően lehetőség volt arra, hogy jó néhány olyan külterületen, ahol soha nem volt vezetékes, egészséges ivóvíz, elvigyük az ott lakók részére. Ez a projekt közel 500 emberhez jutatott el vezetékes ivóvizet, több mint 250 háztartást érintett a város különböző külterületein, egyrészt a Tuskós-Újvárhegy Kosbai részen, Adorján pusztán, Adorján Újtelepen és az Öreghenyei részen. A másik ivóvizes programunk az állami beruházás keretében megvalósult ivóvíz minőségjavító program. Ez még nem zárult le, de nagy valószínűséggel a
következő két hónapban zárulni fog. Ez egyrészt a vízminőségnek a technológiai kezelését oldja meg, tehát ivóvíz tisztító műszaki tartalom berendezésekkel tudjuk teljes mértékben egészségessé tenni az ivóvizet, úgyhogy minden elvárásnak megfeleljen. Másrészt pedig jelentette az ivóvízbázis növelését, hisz két új kút forrásával megnövekedett az ivóvízbiztonság, illetve a nagynyomású, úgynevezett szuper vezetékhálózatok építésére került sor a víztározó, vízműtelep és a kutak között. Itt még a következő két hónapban lesz némi kellemetlenség, és ezért előre is elnézést kérünk a tamásiaktól, hisz a próbaüzem még jelenleg zajlik, és nem minden városrészben zajlott le, és ez jár kellemetlenségekkel. Erről egyébként rendszeresen tájékoztattuk az itt lakókat, tehát járhat esetleg időszakosan vízhiánnyal, illetve a víznek a kellemetlenebb illatával, szagával, de még egyszer mondom, két hónapon belül a kivitelező be fogja fejezni ezt a projektet, és akkor ilyen tekintetben is megoldódnak a korábbi problémák, hisz volt olyan 6-7 évvel ezelőtt, hogy zacskós vizet kellett szállítanunk a lakosságnak, a tamásiak emlékeznek rá. Ezek a problémák innentől kezdve, vagy ezeknek a problémának a lehetősége a jövőben teljesen kizárható. Szó esett már néhány mondatban az energiaválságról. Ugyan nem lehetett erre felkészülni, mégis vannak olyan elképzelések, vagy voltak olyan elképzelések, amelyek mégis megelőzték ezt a helyzetet, és valamivel jobb állapotokat teremtettek Tamásival. Így van. Hát mi büszkék vagyunk rá, hogy előre gondolkodtunk, hisz 2015-től geotermikus fűtésrendszerre működik a városban. Ez azt jelenti, hogy 10 közintézmény, közel 20 épületét fűtjük termálvízzel gyakorlatilag. Ez egy zárt rendszer, amely 47 fokos vizet keringett körbe, és ha nincsenek nagyon kemény mínuszok, akkor ez elegendő ahhoz, hogy ezeket az épületeket gyakorlatilag olcsó energiával tudjuk fűteni. Azok az épületek, intézmények, amelyek a geotermikus fűtésrendszer hálózatán vannak, azok az idei évben még nem használtak gázt, és így is 21-22 fokos hőmérsékletet tudunk biztosítani minden egyes épületben. Tehát erre büszkék vagyunk, hogy ez megvalósult. A szinte polgármesteri hivatalt leszámítva az összes középületünket felújítottuk energetikai szempontból, és jó néhány épület tetején napelemeket helyeztünk el, amely megint csak segíti a hatékonyabb működést. Van néhány olyan épületünk, ahol nem tudtuk kiiktatni a gázfelhasználást, mert oda nem tudtuk elvinni a geotermikus fűtésrendszert. Ott azért alaposan át kellett gondolni és át kellett tervezni a téli időszakra a működést. Volt olyan épületünk, amelyet most a téli időszakban nem használunk, és átcsoportosítottuk a napi munkát, tehát csoportosítottuk a helyi munkaszervezetet. Például a művelődési ház, amely egy nagy épület, már itt éppen van geotermikus fűtés, de gyakorlatilag ezzel a fűtési móddal kifűthetetlen, ezért egy kisebb energiahatékony épületbe kerültek át a művelődési központ dolgozói, kizárólag a téli időszakra. Ugyanez a helyzet a családsegítő és gyermekjelöleti központtal is, és átmenetileg sajnos be kellett zárnunk a DÁM látogató központunkat is. És hadd dicsekedjek még a korszerű közvilágítási rendszerünkkel. Itt a legkorszerűbb LED-es technológiával épült ki, szabályozható lámpatestekkel, egyenként szabályozható lámpatestekkel tudjuk a közvilágítást szabályozni, és szabályoztuk is olyan módon, hogy a mellékutcákban időarányosan nem 100%-os fényerővel világítjuk meg az utcákat, hanem ennél kevesebbel. Nyilván az éjfél és 4 óra közötti időszakban a legkisebb a fényerő, mondjuk a kevésbé forgalmas mellékutcákban, de a 61-es és a 65-ös főúttal érintett utcáknál nyilván ez sokkal magasabb, a kereszteződésekben pedig a biztonság miatt ezt nem tudtuk jelentősen korlátozni, de így is, ezzel is jelentős megtakarítást tudtunk elérni. Tehát összességében
A gáz áremelkedés is érinti a várost, de az kevésbé. Nyilván a villamos energia áremelés az azért jelentős mértékben hat a város intézményeinek, cégeinek napi működésére. Minden nehézséget figyelembe véve, volt vagy van-e olyan pályázata vagy elképzelése a városnak, ami most indul, de a befejezése majd néhány év múlva várható? Energetikai területen, vagy minden más területen? Minden más területen. Minden más energetikai területen is vannak elképzeléseink egyébként. Itt is még a háttérmunka zajlik, és itt szeretnénk a helyi vállalkozások és a lakosság bevonásával egyfajta energiaközösségi rendszert kiépíteni a városon belül. Erről majd egy másik riportban beszélnék részletesebben. Itt tényleg még csak a háttérmunkák kezdődtek el. Illetve van két olyan nagy projektünk, amely nem szorosan az energiával van összefüggésben, de el tud indulni, illetve el is indult az idei évben. Az egyik a szennyvíz telepünknek a felújítását célozza meg. Összefüggésben a két szomszéd település, Pári és Nagykónyi szennyvíz csatorna hálózatának kiépítésével, és összefüggésben azzal, hogy néhány tamási külterületre is, illetve az üdülő területre is el tudjuk juttatni, vagy ki tudjuk építeni a szennyvíz csatorna hálózatot. Tehát ez a projekt el fog indulni ebben az évben, az állami beruházás keretében fog megvalósulni, és önkormányzati beruházás keretében kezdjük el építeni idén a munkásszállót. Tehát mi szeretnénk azért, és mindig az volt a jellemző a tamási városvezetés, hogy gondol a jövőre, a válság előbb-utóbb véget fog érni, és úgy indultunk neki a Covid-nak, és ezen a Covid sem változtatott, hogy munkaerőhiány volt a városban. És ez egy kicsit még most is jellemző, ugyan nem tudjuk pontosan, hogy mit hoz a jövő, mert egy nehezen tervezhető év elé nézünk, de a helyi cégek, vállalkozásoknak a komoly megfogalmazott igénye az, hogy a más területről ideérkező munkavállalóknak tudjunk szállás lehetőséget biztosítani. Ebben partner volt a város, és pályázati támogatásból, de önrész hozzáadásával a volt laktanya területén kezdődik meg ez a beruházás. Ha már a gazdaság felé fordult a beszélgetés, látja azt, hogy vonzóbb lett az elmúlt évben Tamási a gazdaság szemszögéből? Én azt gondolom, hogy határozottan. Három olyan cég is van, amely az elmúlt évben komoly bővítést, fejlesztést hajtott végre. Több milliárdos beruházásokról van szó. Az egyik a helyi élelmiszeripari nagy cég, amely 15 milliárdos beruházással fejlesztette az itteni telephelyi gyáregységét. Ez azt jelenti, hogy jóval több munkavállalóra van szükség. Ugyanez a helyzet másik két fémiparral foglalkozó helyi cégnél is, mind a három az északipar területen helyezkedik el. Tehát azt látjuk, hogy a tamási cégek, vállalkozások az elmúlt években is Covid ide vagy oda, Covid ellenére jelentős mértékben tudtak bővíteni, fejleszteni, de ez igaz egyébként kisebb cégekre, vállalkozásokra is. Tehát, és ez a folyamat a városnak természetesen az iparizási adó bevételein is meglátszik, ami egy szintén fontos deklarált cél. Hiszen, és visszatérve egy gondolattal az energiaválságra, azért a takarékossági intézkedéseink ellenére is mellett, és az, hogy valamennyi kormányzati segítséget is kaptunk ebben a helyzetben, és még én azt gondolom, hogy fogunk is kapni, azért az iparőzési adó egy jelentősebb részét kell majd felhasználnunk arra, amit eddig gyakorlatilag szabadabban fel tudtuk használni az energiaárak emelkedése miatti helyzetnek a megoldására. Mikor lenne elégedett jövő ilyenkor? Hát ha véget érne a háború, és én bár tudom, hogy nem kapjuk vissza a régi világunkat, de egy picit normalizálódna a helyzet, és én abban bízom, hogy minden nehézség ellenére, és erre azért voltak biztató jelek az év második felében, hogy együtt közösen az itt lakókkal tudjuk tovább építeni, gyarapítani Tamásit. Polgármester, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.